a divat a pinceklub. Most lesz pinceklub, de azért engedjék meg. Hát máról hónapra nem lehet csak egy pinceklubot is hát ide varázsolni. Mondjam tovább talán. Hát az társadalmi munkába készül állítólag. És kifizeti. Új ifjúsági klub. Kevés olyan ifjúsági klub van az országban, mint a TVK-ban néhány hét múlva megnyíló ifjúsági klub. Nem csak azért igaz ez a megállapítás, mert a 146-os szálon kiépített klub 4 helyiségből áll, ahol legalább 100 fiatal szórakozhat egy időben, hanem azért is, mert felszerelései között saját összeállítású sztereomagnetofon is található. Remeg a gyertya lángja, dereng a fény a borban, elülök itt magamban, mélyen a férfi korban. Zenitre áll a csillag, így őrködik felettem, borolva szét a számban, ő mosolyog helyettem. Remeg a fél homályként, töltök magamnak újra, mosolygok már a semmi, mosolygok rá a múltra. Zenitre áll a csillag, így őrködik felettem, borolvad szét a számban, ő mosolyog helyettem. Megcsillan a csillag a borban, megremeg a gyertya lángja, lépéseket hordoz az éjjel, valaki jár, de senki se látja, valaki jön, de senki se várja, valaki elmegy, dereng a válla, átdereng az éj homályba. Azokban az 50-es években párt és állami döntés született arról, hogy a Tiszába ömlő Sajó torkolatától néhány kilométerre délre létre kell hozni egy ipari komplexumot. Így a szederkényi kukoricás földek helyén kiemelt állami beruházásként hamarosan építeni kezdték. Először egy hőerőmű, később egy vegyi kombinát, majd egy olajfinomító hatalmas tornyait, csővezetékeit, irányító és ellátó egységeit. A trend szerint ez még a kora 60-as évek. Az ország minden szegletéből, szakmai és szociális rétegéből hívták, várták a munkavállalókat, vagy egyszerűen csak hivatták és előírták. X-elvtárs és elvtársnő, holnaptól itt dolgozhatsz, élhetsz, szaporodhatsz, egyszer szaporodj, és fejlődhetsz a szocialista ipar neves fellegvárában. Vonatra egyirányú jegyet vegyél, lakást azonnal, vagy nem sokára kapsz. Itt aláírhatod. Becsüld meg magad, és pont. Ez volt a, nevezzük így, vonzó kínálat. Persze, kinőttek a földből emberléptékűnek nevezett terek és lakóhelyek is, ahol ipari berendezéseket építő, majd működtető, kiszolgáló személyzet, egyedülállók, ingázók, családok esti nyugovóra térhettek, ahonnan vásárolni indulhattak, gyerekeiket óvodába, iskolába vihették, sportolhattak, szórakozhattak. Talán 200 helyről fújta ide az a szél, a legkülönbözőbb gondolkodású élni vágyó embereket úgy, hogy itt is ragadtak. Szakemberek, vezetők és vezetettek, szakmunkások, tanárok, mérnökök százai, ezrei jöttek. Felépültek a gyárak, közel 20 000-es várossá avanzsált a település, és a Szovjetunión kívül világújdonságként 1970-ben megkapta az akkor megtisztelő Leninváros nevet. Akkor a szakemberek, vezetők és vezetettek jól dolgoztak, csendben éltek, szép számmal szaporodtak, könyvtárban, taggyűlésen és az egy fekete-fehér tévéadás nézése közben fejlődtek, vagy csak ábrándoztak. Leninváros egyik pincehelyiségének, a méltán híres és csak kicsit hírhett mobil ifjúsági klub történetét tárjuk elétek, amely a vidám barakk, Kádár barokk időszakában indult 1978-ban, és amely némileg átjutva a rendszerváltás célszalagján 1993-ban zárt be végleg úgy, hogy kulturális és közösségi hatása máig él és elvitathatatlan. Lehet, kellett, hogy legyen máshol hasonló, tám még jobb is. Ez a miénk volt, és lesz is mindörökre. Ez a 30 év, amely eltelt, ez körülbelül történelemnek számít már. Igen, megkerestek kollégák. Én a Kis Bélára emlékszem, hogy ő közte volt, aztán még ki tudja, hogy ki volt ott, és akkor elmondták, hogy akarnak csinálni egy ilyen klubot. Elsősorban abban az időben szórakozási lehetőség a városban csak a művelődési ház volt. Fiatalok esti programja, itt az elég bér volt. Én csináltam ilyen vázlatokat, amiből aztán az a pausz, van is létező terv elkészült, amit láttatok. Nem volt pénz, és össze kellett valahogy szedni ezt a pénzt, és én megígértem, hogy ezt én megcsinálom. Várható volt, hogy a TVK segíti. Sikerült is összegerebézni azt a pénzmennyiséget, amiből ezt meg lehetett csinálni. Ezt ugye annak idején úgy hívták, hogy fekete beruházás. Azért volt elképzelés, tehát ez nem úgy kezdődött, hogy a pénz ma akkor kellett, amikor megvolt az elképzelés, megvolt az, hogy mit akarnak csinálni, és ehhez kellett pénz. Nem emlékszem arra, hogy mennyi kellett, egy volt a lényeg, hogy én ezt valahogy összegerebéztem. Ott kezdtük élni az életünket. Rendkívül nyitott volt, mert azzal együtt, hogy ugye ezek jellemzően TVK-s fiatalok voltak, lényegében ezeket a klubokat a városi fiatalok is használták. Nem illett bele bizonyos kurzusba vagy elképzelésbe. Nekünk úgy tűnt, hogy voltak ilyen retrográd erők is, akik nem akarták, hogy ez a mobil klub ez kicsit felszabadultabb, vagy lazább legyen, vagy éppen fejlődjön valamelyik. Ez az én magánvéleményem. Mivel a TVK az látóműszakos üzem, ezért a mi délutáni esti zajongásunk igen-igen nem hagyta pihenni a munkába készülőket, és ebből állandó konfliktus volt. A klub lehetőséget adott, hogy nem csak a TVK-s fiatalok vehettek részt a programokon, hanem a városi fiataloknak is, akik érdeklődtek, azok eljöhettek, tehát nyitottá vált a klub. A megyei pártvezetés tett rövid látogatást a városba, ahol a vezérigazgatónkat Huszár Andort is meghívta, illetve ő fogadta, és akkor lekerültek a ifjúsági klubba, amikor a vezérünk nagy megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy egyáltalán létezik, sőt, a Magnus klubba a fotelok pont ugyanazok voltak, amit az ő irodájába használt. Ez abszolút véletlen volt, én nem tudtam soha, hogy neki milyen fotelja van, én csak egy kényelmes 4 fotelt vettem meg, ami az ott dolgozó embereknek, mert tulajdonképpen akik a stúdióban voltak, azok dolgoztak. Voltak késő délutántól, éjfélig, hajnalig. Tehát azoknak kényelmét biztosítani kell. Akkor nagyon komolyan bajba került ez a klub, már megvolt, ugye, már létezett, már filmvetítő is volt, meg a kvadrofónia. És akkor én azt csináltam, hogy meg kellene próbálni megmenteni, és elmentem a városi pártitkárhoz. Pártbizottság, élet és halál ura volt egy-egy ilyen kisvárosban. Szóval Kovács Miklós pártitkár volt az, aki megmentette ezt a klubot. És hozzá kell tennem, hogy a Kovács Miklós pártitkár az egy meggyőződéses kommunista volt. De egyidejűleg elkötelezettje a városnak, és nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is. Tehát tenni is akart érte, és egy korrekt ember volt. Én levittem a pincébe, meghívtam, hogy nézzem már meg, hogy miről van szó, és neki ez tetszett. És rá jellemző kedves közvetlenséggel ugye, közölte az illetékesekkel, hogy elmentek ti a jó édesanyátokba, ez a klub maradt, és ezért maradt. A 80-as évek legelején pályázatot írtak ki a klub elnevezésére, amelyet Bakos Károly nyert meg a Mobil névvel. Ezért 5000 forintot, több mint egy havi fizetését kapta. Én önként hagytam abban, mivel nekem már akkor családom volt, nagy lányom volt, és elég sokat tudtam, hogy a családot elvegyen. Korábbi vezetők idejéből volt egy nagyon jó szlogen, és biztos vissza fogják a TVK MOBIL. Azért az mindent elmond arról, hogy az embereknek ott össze kellett jönniük, mert ugye ez egy underground hely. Ki is vagy te nekem, szégyenkezve mondtam, nem tudom, szeretem. Mi is a hátsó helységben jöttünk össze, majd elvállaltuk Janival a büfét, és a büfé nyeresége többnyire aznapi boldogságunkat szolgálta. Végül feladtuk, mert a havi büdzsé egyenlegében tükröződött, hogy olykor addig harcoltunk magunk ellen, mint barátainkkal együtt elestünk a csatában. Én 1981-ben kerültem a Kizbizottságra, akkor Szabó János volt a Kizbizottság titkár, de szervezőnek kerültem oda, és végül is én ezt kaptam meg feladatul, hogy a mobil ifjúsági, illetve akkor a KISZ klubot, a KISZ klubként működött, azt a klubnak keresett vezetőt, illetve az irányítását a klubvezetőn keresztül vegyen át. Sikerült hosszas kutatómunka után az Olnai Sándort megtalálni. Kis Béla szemelt ki, hogy talán alkalmas lennék arra, hogy a klubot vezessem, és gyakorlatilag egyik napról a másikra csöppentem ebbe bele. Az Olnai Sándor ideje alatt a zenei irány erősödött meg. Akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a hátteret, ami akkor volt. Elég flancos dolgok lettek itt megvásárolva, itt ilyen Kvadrofóniára emlékszem meg, valami kacsalából forgó filmbetítő volt. Nem teljesült be az, amit igazándiból szerettem volna elérni. Én azt szerettem volna még, hogyha ez a három vonulat, tehát ez a színjátszás, filmezés és zenélés, ez beteljesül filmekben. A zene rendezett zaj. Az ember számára a bőrön átélegző szépség. Aki már eltöltött egy éjszakát fejhallgatóval a fülén, olyan világba jutott, amit valaki más teremtett, de a hallgató mégis a sajátjának érezhette. A zenész számára tér kell, ahol hangoskodhat, és magában a zenélésben leli az örömét, mert igazi zenész a saját zenéjét játsza. És a húrok szóltak. 1986-ban leszereltem, és visszatértem a klubba, mivel hogy aktív tagja voltam már 82-től, és egy csodálatos klubvezető alatt teljesedhettem ki, mint klubtag. Megcsináltam a hülyébb ötleteimet, és részt vehettem a társaim hülye ötleteiben. És mikor 86-ban leszereltem, és visszatértem a klubba, akkor láttam, hogy most hát éppen olyan interregnum van. Tehát vannak klubvezetők, de rövid ideig jönnek-mennek, és én úgy gondoltam, hogy folytatni akarom azt, amit az Olnai Sándor elkezdett, hogy persze önző módon, nem azért, hogy a közösség épüljön, persze biztos ez is benne volt. A 3-as számú általános iskola igazgatója volt az apuci, és mindentől védtek, óvtak, és meg kellett felelni valamiféle elvárásoknak ebben a városban, ami miatt engem engedtek, az Orlicki Frici személye, hiszen nem titok. Orlicki Frici édesapja akkor a városi rendőrkapitány volt, és azt mondták, hogy hát ahol a Frici jelen van, oda a mi lányunkat is elengedhetjük. Annak a helynek impressziói voltak, ahogy mindenkinek lehetett, aki lement oda. Mitől varázslatos egy pince? Talán kíváncsiságunktól vezérelve egy olyan világba vágyunk, ahol azok lehetünk, akik egyébként is vagyunk. Mi volna ez? Valami bátortalan felfedezhetnék. Ez a pénzeklub óriási jelentőségét és óriási lehetőséget adott. Kipróbálhattunk olyan dolgokat, amik más embernek, még ha zenész beállítottságú, amatőr zenész beállítottságú ember volt, és itt lakott Leninvárosban, akkor sem tehette meg, mert a szomszédok ráverték a radiátort. Frigyes nagyon nyitott volt mindenre, tulajdonképpen a beosztottjainak szabad kezet adott mindenben, és úgy gondolom, hogy mindig jó felé nyúlt, jókor, és ez jellemző volt rá. Összeültünk és megbeszéltünk, mi legyen a következő havi program. Azokat meg is valósítottuk. Nem csak, hogy zenei programok voltak, de én emlékszem olyan vetélkedőkre, ami olyan hülyén hangzik most ez a szó, hogy vetélkedő, mert nem divat manapság, de ezek olyan édes vetélkedők voltak, amiben volt egy kis zene, volt egy kis irodalom, mindenkit megmozgatott, volt benne játékosság. Én abban az időben nagyon jól éreztem itt magam, én faluról kerültem ide, megmondom őszintén, a szállóról nagyon sokan voltunk abban az időben klubtagok. Amikor bekaptam, meleg, ragacsos, folyékony valami töltötte ki a számat. Sokféle íze volt, nem is tudom pontosan mi uralta a bukéját, csak arra emlékszem, a többiek fondűnek nevezték. ennek a hatására lettem klubtag. Ott meg lehetett mindent találni, a humortól kezdve a Magsa szinte lehet azt mondani, hogy rendszeres fellépő volt. Tiszaújvárossal szintén ősidők óta megvan a kapcsolat. Pályám kezdetén Nagy Bandó András cipelt el oda, mint utánfutót, vagy születjelet, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ha nagyon megerőltettem magam, akkor még a közönséget is előttem láttam, tehát az arcokat. Sajátunknak éreztük ezt a klubot, az, hogy a TVK-sok jártak le oda, meg persze más vendégeket is hívtunk, de ez a mi klubunk volt. Odalent a látogató egy új világban találta magát. Ott nem volt időjárás, mert mindig ugyanolyan volt. Ott nem lehetett jó vagy rossz kilátás, mert ablak sem volt. A hely elég nagy, hogy bárki bárkitől elférjen, de kicsiny a valós elkülönüléshez. Ha valaki mégsem komázott valakivel, hát nem szólt hozzá, és kész. Volt ilyen, de nem számított. A saját használata, tehát a saját fogyasztása és a családnak is, hát szerint több szállítert bort hoztam. Konfliktus nem láttam, hát pozitívum, amit mondtam, hogy Frigyes tovább vitte az előző vezetőnek a vonalát, és én úgy gondolom, hogy jól csináltam. Nagy szabadságot adott, de mint zenésznek, mint mondjuk zeneszerzőnek, vagy szövegírónak. Mert olyan dolgokról születhettek dalok, amik a klub nélkül nem jöttek volna létre, nem történtek volna meg. Voltak olyan dalok, amik ott születtek, lent a klubban. A Mobil Ifjúsági Klubnak volt egy hátsó terme, kis terme, ahol csocsóztunk, illetve rexasztal volt beállítva, és egy időben nem tudom, hogy mennyi ideig volt ott egy elég öreg pianino. És arra emlékszem, hogy a Fricinek megtanítottam néhány jól hangzó akkordot, ami semmi más, csak egy technikai új játék volt, és úgy született belőle egy zseniális improvizáció, hogy mögé álltam, és tartottam a szájharmonikát. Nagyon kellemesen emlékszem vissza, amikor a hátsó helységben az ütött, kopott, kis elhangolódott zongorán próbálgattuk a hangokból zenét varázsolni. Kinek milyen sikerrel, van akinek életcélja lehet ez, van akinek csak kalimpálás maradt. Amikor én voltam klubvezető, akkor a TVK klub klubvezetője valamilyen külsős formában tagja volt a Nagyüzemi Kizbizottságnak. Körülöttem nagyon nagy volt a szigor. Nekem két helyszín volt diákkoromban, ami szabadságot jelentett. Az egyik volt a Mobil Ifjúsági Klub, a másik szintén a TVK-hoz kapcsolódik az akkor még üzemelő jégpálya. Nekem a Nagyüzemi Kizbizottság bizonyos ülésein, amikor például a klubot vagy egyéb ifjúsági témát érintő kérdésben voltak megbeszélések, ott kellett lennem, jelen kellett lennem. Frici nekem, és nem félreértendő, az örök szerelem marad. Ha én maradtam volna a városban, akkor valószínű, hogy a mai napig ott énekelnék mellette. Egy rendkívüli személyiség. Egyszerűen elegem lett abban, hogy én vagyok a klubvezető. Én ott jól akartam magam érezni, és nem pedig közfeladatokat ellátni, és embereknek az életét és programjait szervezni. Régóta napirenden lévő téma a Tiszai Vegyi Kombinát fiataljainak helyzete. Korábban a programot, a vezetői stílust érte alapos kritika, mostanában viszont szóbeszéd tárgya, hogy miért zárták be a klubot. Már régóta komoly gondjaink vannak vele, mondja Gáti Attila, a TVK Nagyüzemi Kizbizottságának politikai munkatársa. Még emlékszem rá, hogy szegény Gáti Attilát is ezért jól lecsesztem, éppen katona volt, és egyszer berohant, és ő visszaragadt egy számot, és én úgy elküldtem a szegényt valahová. Nem olyan színvonalú a klubélet, amilyet mi is, valamint még jó néhány fiatal szeretne. Túlságosan nyitottá vált a klub, és nagyon jellemző rá az a kifejezés, amit már másoktól is hallottam, hogy nem is igazán TVK-s. Köztudott, hogy voltak olyan klubvezetőink, akik igazán ügyesek, talpra esettek voltak. Úgy gondolom, a gondok azért következtek be, mert házirendünk nem volt elég következetes. Éppen bezárták, és kerestek új klubvezetőt, és hát mit lehet erre mondani, a végzet, a fátum vagy a jóisten újja? Mert többször kellett kiírni pályát abban az időszakban. Jelentkeztem arra a kiírásra, ami megjelent a krónikában. Még valaki végül is volt rend, kemény gyerek is elvállalta. Valószínűleg én voltam az egyetlen jelentkező, úgyhogy ebből kellett választani. A bátorsága a régi nyelvben nem csak hősiességet, de biztonságot is jelentett. A magyarság vala bátorságban. Ugyanígy bátorságos, egyenlő biztonságos. A bátor szó két jelentésének közös eleme, a hős nem fél, a biztonságban pedig nincs ok félni. Eljött a 88-as év, 88-as évnek a közepe vége, amikor ugye már a rendszerváltás szelei elkezdtek fújdogálni Magyarországon, és bizony akkor már volt egy-két olyan program, amelynek a megrendezése után egy-két illetékes eltárs megkérdezte tőlem, hogy lehet, hogy ezt az előadót, ezt a parlamenti képviselőt, aki mondjuk a rendszerváltás szeleit fújdogált, szintén, hogy meghívtuk a mobil klubba. Nem volt egy kivételes ez a leninvárosi meghívás, az igazi kivételes nekem az volt, hogy a kizáratásom után ez volt az első klub, ahova elmentem. Ezért maradt meg jobban az emlékezetemben. Lementem a klubba, és hát ott egy vékony fiatalember, de ott ülök egy széken. Egyedül, a klasszikus pulóverébe, és hát elkezdtünk beszélgetni ott. Hogy miről beszélgetünk, azt nem tudom, már nem emlékszem rá. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy visszafogott volt és óvatos. Nem véletlen előtte néhány hónap rúgták ki a pártból. Ez a rendszerváltás előtti közvetlen időszak. Ekkor a különböző eszméknek a megjelenése az abszolút nem volt feltűnő. Majdnem biztos vagyok benne, hogy rendőri legerő jelentette. Még volt olyan, hogy a városvezetői, nem vagyok kompetens erről beszélni, de tudom, hogy ez így történt. A városvezetői minden hétfőn összeültek, az első titkár, rendőrkapitány, és még nem tudom, hogy kik voltak ebben a körbe. Megbeszélték, hogy mi történt az elmúlt héten, és mi lett minden figyelme. A mobilklub ezeken a megbeszéléseken ilyen tekintetben soha nem merült fel. Amíg befutott hozzánk információ, az mind lakossági bejelentés volt. Van olyan emlékem, amit bevallok így a mostani képernyő előtt is, és nem rátok emlékezem, mert itt később léptek a klub életébe, hogy én is arra emlékszem, hogy lementem, de hogy jöttünk fel, arra nem. Rendőrök akkor is bejöttek razziázni, vagy becsukadták az aznapi bulit, ha valaki az aranysugarát a 146-os szálló oldalára vetette. A korabeli hatósági szabályok a házfalának lepisilését közegészségügyi szabálysértésként kezelték. Hát abban az időben ugye Tiszaújváros mindig is egy ilyen szent tehén volt, szóval ez volt a mintaváros. Itt 22 után csak lábújhegyen kellett járni, hogy tudjanak aludni a dolgozók, és azért volt egy kicsit, gondolom, idegesítő az ittenieknek, hogy nézd már, van néhány neveletlen fiatal, aki itt felveri a mi békénket, meg a csendünket. Jelentem a fenti napon az ügyeletes eltárs utasítására 05:45-kor. Megjelentem Leninváros Bartók Béla úton, mert névtelen bejelentés szerint ott 3 autót megrangáltak. Hát a rendőrök természetesen kivonultak, ugye ez a szocialista típusú város, micsoda arcátlanság, meg hogy lehet megcsinálni, meg nézzétek már meg. A helyszínre érve megállapítottam, hogy a Bartók Béla úton több szabályosan parkoló autó van, amelyek közül 3-at falevéllel takartak be, körülbelül 10 cm vastagon. A falevél a kocsik tetejét, a motorháztetőt is betakarta. A TVK munkásszállón adatgyűjtést végeztem a történtekkel kapcsolatban, ahol többen elmondták, feltehetően a mobilklubos fiatalok csinálták, amikor hajnalban mentek haza. A helyszínen megállapítottakat jelentettem az ügyeletes eltársnak, aki utasított, hogy biztosítsam a helyszínt a forró nyomos csoport kiérkezéséig. De ha jól emlékszem, mégsem lett belőle úgy, valahogy nem tudom, úgy döntött a bűnösztövet, hogy elnevetik a dolgot, mert nem találták meg a sértettet sem. Az, aki lázadó típus, az a fal hiányától döglik meg, hogy nincs egy fal, amit elnyomjon. Az volt kiírva ugye, hogy erősíteni kell a klub vállalati jellegét. Amikor jöttek a bőleni NDK-s lányok, akik csak ritkán voltak magányosak azokon az űrzavaros estéken, bevallom, kedvem támadt megtanulni németül, hogy készségszinten értsem a tiltakozásukat, ich bin müde, majd legyőzzem azt. 100 ember fogta magát, és egy nap alatt megevett egy 100 kilós disznót. Az első forduló után Laci bácsi, aki a gondnoka volt a brigádháznak, meg a felesége, hát inkább szóban tették szóvá, hogy jó magyarosan mondjam, hogy azért ezt nem így kellett volna. Szegény Hornyik Laci bácsi levelet írt Kis Bélának, aki akkor szakszereti titkár volt, meg Rókai Pistának, aki KISZ titkár, hogy Béluskám, hát maga azt nem tudja elképzelni, hogy mi fogadott minket a brigádházban. Kiborulva az összes üst, kifolyva a zsír, csúszkálni lehetett a padlón, a vécőajtó levéve, én nem tudom, mit csinálhattak itt. Hát ez az időszak tulajdonképpen azt jelenti számomra, hogy ott éltünk a klubban. Ábel egy picit elindult talán egy picit más vonalon, ami ráfért a klubra, tehát az Ábel-féle nyitás az ismét egy új társaságot vonzott a klub felé. Az volt az első olyan élmény, szerintem mindenkinek, nem csak nekem, nektek is, amikor végre mindent elmondhattunk. Igazi szabad, éjszakában nyúló, természetesen azt kell mondjam, hogy nyakolajjal is kísért hatalmas beszélgetéspart. És ezek a beszélgetések folytatottak a Tivadar Cindéráméknál, ahol alakult az Amiba frakció, a három tagú csapat, aki terror alatt tartotta a KISZ-t végül is, mert mi voltunk, akik miatt nem tudtak időben hazamenni. Nekem nem is a helyek azok a fontosak, hanem akik benne vannak. Odalent csókok csattantak, amikről nem mesélnek a háziasszonyok. Uraik sem fogják erőltetni a részletes beszámolókat, és Kaszanovaként említeni reménykedett előéletük részletkéit, de az átélt érzékiség hatása elvitte őket egy jó házasságba, vagy tudták, hol kell abba hagyni egy rosszat. Természetük okán inkább a helyre hivatkoztak, mint sem a kalandjaikra, mert azokat reggel már nem igazolta a tükör. Nagyon sok lányjal találkoztam, de nekem nem volt ott barátom. Hát lehet, biztos voltak olyanok is, akik azért mentek oda le, mert partnert kerestek, tehát szerelmet kerestek. Szerintem én oda mindig búslakodni jártam, ha csak a csajokat nézzük. Nekünk elég voltak jó pár hónaphoz, hogy összejöttünk, jót röhögtünk, barátságok szövődnek, amelyik mai napig is tartanak, pedig már jó pár év elmúlt azóta, nem mindenki a klubba találta meg a párját. Van egy elmélet, amely szerint az idő nem egyenes vonalban halad, hanem spirálban, és a spirálmenetek között nem létezik idő. A mobil megnyitása óta évtizedek teltek el. Majd eonok jöttek és múltak, a személyes átélések élménye azonban időtlen. Csak a test és általa a tudat változik az emlékezet körül. Nem volt semmi az zászlóra kiírva, tehát nem volt semmi izmú, sok mindenkinek így neked is nagyon sokat adott. Nem az a 50 négyzetméter, hanem azok, akik oda jártak. Arra emlékszem, hogy ez egy lakóépületnek az alaksorában volt ez a klub, elég hosszú folyosórendszer és ilyen kisebb-nagyobb szobácskák. Én minden olyan helyen nagyon jól tudtam magam érezni, ahol azok az emberek, akik eljöttek, nyitottak voltak. És hogyan búcsúzott a rémségek kicsin klubja? Az egész csapat, talán 40 fő, pizsamában, bébidolban és éjjeli hacukában, néhányan természetesen alsó nélkül, süsű a sárkányt furujázva vonultak át a közeli művelődési ház diszkójába. Az ellenségeik száma nem emelkedett, a barátaiké pedig nem csökkent. Az én időszakom vége felé tartó időszak, amikor már tudtuk, hogy megszűnt a KISZ, megszűnt a politikai fennhatóság és a TVK szociális osztály vette ezt kezébe, és esetleg az a programsorozat, vagy azok a hívószavak, vagy az a hírhetség, amit mondjuk én és csapatom és én okozhatott a város magántörténetében, abból egy picit elég lesz. A rendszerváltás alatt 1990 nyarán a klubvezetőtől, ahogy rendszerint, úgy váltak meg, hogy bejelentették, fel kell újítani a klubot. Mintegy 400 fiatal aláírásával tüntetést szerveztek a főtéren egy városi ifjúsági klub létrehozásáért. Nem véletlenül volt, hogy a mobil klub után fölmerült, hogy valamilyen klubot a Tiszaújvárosi fiatalságnak azért csak kellene keresni. A helyi vezetők mindent megígértek, azonban ezt nem tarthatták be. A valódi okokat azóta is homály fedi. Így a demonstráció egy jó buli maradt. Búcsúzik a rémségek kicsi klubja, és rögtön már a következő programunkat a Volán váróteremben szerveztük meg, mert nem volt hely. táncház kapcsán. Ezek a fiatalok csak sírni és követelni tudnak. Érdekes módon soha olyat, mint például gyűjjünk össze egy-két szombaton lapáttal, gerebjével, és takarítsuk meg városunk utcáit, járdáit, parkjait, tereit az elszaporodott szeméttől. Elhangzott, hogy csak a 4 falat tudják nézni. Most, amikor van tévé, videó, számítógép, magnó, sok helyen komoly hangszer, művelődési ház, sok helyiséggel, szabadidőközpont, sportpálya, teniszpálya, ifjúsági park, kresszpálya, cukrászda, strandpresszó, uszoda, műjégpálya, hogy többet ne is soroljak, és nem tudják magukat lefoglalni. Nevetséges dolog. Egyébként kíváncsi lennék rá, mit művelnének abban a klubban. Ugyanis már volt szerencsém ilyet látni, de hadd ne nyilatkozzam erről. Én a gyermekemet biztos nem engedném oda. Azok a fiatalok, akik ezt igénylik, kérjék meg szüleiket, hogy adják össze a rávaló pénzt, vagy a keresőképes fiatalok adományozzanak. Vagy vegyenek ki egy pár hold földet, műveljék közösen, termeljenek rajta, és közösen értékesítsék a termést, hogy legyen pénzük. Vagy vállaljanak egy-egy bérházban takarítást, mert erre is van lehetőség. Végül csak azt mondom, ezek a fiatalok ne csak követelőzzenek, hanem áldozzanak, vagy dolgozzanak meg érte. Gondolkodtam ezen, hogy tehát elvállaljam ezt a szép és nemes feladatot, és rövid gondolkodási idő után úgy gondoltam, hogy nem szabad a fiatalokat cserbe hagyni, és el kell vállalni a klubvezetést, tartalmas programokat kell részükre szervezni. Az ember természete nem változik, csak a szokásai. Ahogy vágyaink változnak, épp úgy alakul saját képünk is magunkról. A környezetünk, barátaink vagy képesek ezt követni, vagy nem. Minden célunk mögé lehet ideológiát gyártani, de nem is biztos, hogy a lényeges kérdésre tudni akarjuk a választ. Hol vagyunk mi a történetben? Imádok szervezni, tehát ez egy nagyon közel álló feladat hozzám, tehát a szakterületen végzettségem alapján is, és nagyon örültem, hogy fölkértek. De ezt 8 óra főállású munka után végezni nem lehet. Én úgy gondolom, hogy megérdemelte volna ez a hely, hogyha minden nap működik, hogy egy 8 órású, vagy legalább egy 4 órában valaki ezt működtette volna. Sokan azért jártunk le nap esetleg, amikor, ha nem is a világot, de az egymás gondjait, dolgait ki tudjuk beszélni, és meg tudjuk váltani. Tényleg van máig hatása, és ez visszahat a városra is. Nem ünnepélyesség volt, hanem családi együttlét. Ugyanez volt ebben a klubban is. Igazság szerint ezt csak szeretni lehet, amik mi voltunk vagy vagyunk. Szerintem semmi nem változott a 16 év alatt semmi. Az biztos, hogy ennek a megszűnése, lecsengése egy űrt hagyott a város életében. Ha a mai világban, a mai világ ismeretén keresztül nézzük az akkori világot és az akkori tínédzsereket, vagyis hogy minket, akkor azt hiszem, hogy iszonyú szerencsések voltunk, hogy ilyen helyre járhattunk, és mondjuk nem kellett olyan szórakozó helyekre járni, amik ma léteznek. Nekem nem érték a mai szórakozási trend. Azt hiszem, ezek a klubok valami sokkal több lelki mélységet jelentettek, mint az a szórakozási forma, amit ma a fiataloknál látok. Ez egy iszonyatosan jó hely volt, ahol bárki fiatal lement, ő normálisan kulturált körülmények között jól érezhette magát. Mind a két fiam életéből hiányzik ez a fajta közösségi oda, tehát ahol tartozom, ahol tudom, hogy mindig ismerősök vannak, ahol jól elmenni. A jó klubvezető mindig kereste, találta a jó témát. Büszkék lehettek erre, még akkor is, hogyha ez a hősiesség nyilván nem akkora, hogy ezt valami fajta óriási dolognak kéne beállítani, de az ember volt, tehát az ember ilyenkor mutatja meg. Nagyon bátran lehetett kísérletezni, egy nagyon befogadó közeg volt, egy nagyon nyitott, mindent kegyetlenül azonnal elismerő vagy éppen elvető közönség réteg. Nagyon jó volt az, hogy akkor ugye hát nem igazán voltak még terminátorok, meg ilyen fiatal, illetve aki olyan volt, az meg nem volt ott, mert hát ugye elég volt egyszer elmenni ahhoz, hogy többet már ne látogass ezt a klubot. Festés a falon, az tökéletes volt, hát az engem nagyon el tudott varázsolni. Akkor az úgy volt jó. Perelek érted, mobil. Hát eljött, amitől féltünk. A mobilnak vége. Kiadták bérbe. Mi meg mehetünk a fenébe, vagy az utcára. Hogy mi lesz a klub helyén, nem tudni. A mobil léte kétségkívül vegyes érzelmeket váltott ki az emberekből, megítélése jelentősen függött az odajárók viselkedésétől, az adott programoktól, az el vagy el nem fogyasztott ital mennyiségétől, a szállólakok műszakbeosztásától, sőt, időnként a környékbeliek hangzavar tűrő képességétől. Minden esetre több éven keresztül helyet adott az ifjúságnak, csak a tagokon múlt a lehetőséget, mikor, mire, hogyan használják ki. A mobil létét vegyes érzelmek kísérték. De volt. Soha senki nem fogja bebizonyítani, hogy a rendszerváltás akaratlan következményei éppen azokat a helyeket söpörték el, ahol az ötlete megfogalmazódott. A mobilban barátságok születtek, filozófiai irányok találtak közönségre. Elmondható azokról az emberekről, a jó barát, Isten bocsánat kérése a rokonokért. Nincs hát politika, nincs gazdaság, nincs háború. Ez egy ilyen élet, ez ennyit tud, nekem így sikerült. Én így látom. A szeretettől új hátizsák vagyok, hogy roskatag öreg csővázon. Az arcodon a bánatról mesél, hajadban legy elképett sárguló levél. Itt vagyunk, de messze jár minden gondolat, az üres szavak csattognak, mint fekete madarak. Az akatolás a lelkemből zenét kedvelő fiatalok mellett a fiatal mérnökök és a fiatal közgazdászok is helyet kapnak a program összeállításában.